A rendszerváltás 30 éves távlatait próbálták lélektani szűrőn átengedve feleleveníteni a Vallásszabadság házában szervezett hétfői multidéző kerekasztalon, melynek vendégei olyan meghurcoltak voltak, akik személyesen vagy családtagjaik által közvetlenül érzékelték a diktatúra kegyetlenségét. Domokos Miklóst az 1956-os események kapcsán tartóztatta le az egykori állambiztonság. Annak ellenére, hogy valóságos kísérleteket végeztek rajta kínzói, hogy mennyi verést bír ki ájulás nélkül, az egykori meghurcolt szinte derűvel nyilatkozik a régi világok dolgairól. Vannak-e még olyan szorongások, amelyeknek a gyökerei abban a régi átkos világban kötnek le? Nincsenek. Nekem nincsenek. Olyan, ami az én személyemet érinti. Az én szorongásaim az egész erdélyi magyar közösséget ért atrocitások, kiszorítási kényszerek, ezek okoznak ma, és talán pontosan ezért is tértem vissza, mert rádöbbentem, hogy most már tényleg el kell mondani mindazt, amit velünk történt, és de facto van, és de facto mi lesz a jövőben is a sorsunk. Én ezért exponálom magam, kisebb-nagyobb találkozásokkal válaszolok kérdésekre, próbálom könyvbe foglalni, megírni a szerintem másoknak is tanulságos élettörténetemet. Milyen esélyek vannak arra, hogy a fiatalok, akik akkor még nem éltek, megértsék ezt, ami áll vagy valódi szorongásunkat? Nem érthetik meg. Tudnék, nem is mondjuk nekik. Hogy értsék meg, amit nem mondunk? Mi az, hogy nem mondunk? Ki az, akinek mondani kellene? Kinek kellene mondani? Hát ezen el lehet gondolkozni, hogy ki vállalkozik erre. Például én személyesen csak ezért vállalom azért, hogy néha ellen járok, és egy pár gondolatomat exponálom, de nem tapasztalatom. Kidolgoztam magamnak is egy elméletet. Szentgyörgyön voltunk, megemlékezésen 56-ban. Összegyűltünk mind, akik be voltunk zárva. Történészek előadták, hogy mi mit csináltunk, és mi zártak be. És akkor eszembe jutott, uraim, hát egy dobozba vagyunk zárva. Hát ez a társadalomrahoz nem jut el, és semmilyen hatással nincs a társadalomra. Ezt csak mi meghallgatjuk magunkról, hogy mi történt. És akkor mi lesz? Semmi. Senki nem tudja rajtunk kívül. A moderátor Kovács István unitárius lelkész így láttatta a sajtóval a kerekasztal sorozat célját, illetve szerepét. Ez egy nagyon fontos kérdés, hogy a narratívákat úgy adjuk át a generációk, hogy azonosuljanak a fiatalok vele. Ezért kellene abból a bizonyos dobozból kiszabadítani, és a fiatalok nyelvére lefordítani. Nem egyfajta kioktatós, elnye-belnye, bezzeg az én időmben, bigfa nyelven, hanem pontosan azáltal, ahogy a művészet tudja megszólítani, a művészet tudja leírni, azokat a mélységeket, azokat az árnyalatokat megragadni, ahol egy fiatal például egy színdarabban, gondolok itt Viski Andrásnak a Júlia előadásban, drámájában, amit megélnek, amit megtapasztalnak. Na ez az a valami, ami át tudja törni az érzékenységi küszöböt, és a fiatalok is rádöbbennek, hogy hát azért ez nem csak egy ilyen esti mese, ami akkor történt, hanem ez egy olyan borzalom, amiért érdemes odafigyelni, hogy elkerüljük, hogy ne ismétlődjön meg, mert igazából ez a cél. Tehát ez az egész rendezvény sorozat ezt kíván lenni. Túllépni, egy kicsit az érzékenységi küszöbön átlépni, kiszabadítani abból a kalitkából, dobozból ezt az egész dolgot. Van-e még a társadalomban olyan szorongás, ami egyértelműen oda köt le? Tehát vannak olyan félelmeink, amelyeknek az eredetit ott lehet keresni a 80-as években? Egyértelmű, hogy most szólásszabadság van, de még mindig pusmogva mondják, hogy lehallgatás, vagy az a benső zsigeri rettegés a hatalomtól, a kastély hatalmától. Egyértelmű, hogy ez bennünk van. Nagyon sok idő kell ezt feldolgozni. Nagyon hosszú idő. És úgy érzem, hogy radikális különbség van azok között, az emberek között, akik ezt átélték, és akik ezt egyáltalán nem élték át. Román Mónika gyermekként élte meg szülei meghurcoltatását.
A Securitate emlékei még most is érezhető erővel törnek fel a közismert pszichológusból. Úgy gondolom, hogy akár még a szakmámat is annak tulajdoníthatom, pszichológus révén állandóan titkokat tartok, és ebben nagyon jó lettem. Úgyhogy ezt azt hiszem, hogy onnan örököltem, hogy valamiről mindig hallgatni kellett, hogy a falnak is füle van, ezt nagyon gyakran hallottam gyerekkoromban, úgyhogy érzem, igen. Ez lemegy annyira, hogy egy ilyen kommunikációs diszlexia is kialakul, hogy állandóan félsz, és azt mondod, hogy inkább erről ne beszéljünk? Inkább azt mondanám, hogy van a tudatomnak egy sokkal zártabb, rejtettebb bugyra, ahol nagyon jól el tudok ásni dolgokat, amikor arról van szó. Tehát, hogy én tudok kommunikálni, úgy érzem, hogy ebben nem zavar, viszont tudom, hogy vannak dolgok, amikről nem lehet beszélni, amik eszembe se jutnak néha. Tehát, ha kérdeznek is, gondolkodnom kell rajta, pedig olyan tényszerűségek, mint a mi atyánk mondjuk. Most is vannak még olyan dolgok, amiről azt gondolja, hogy beszéljek róla, vagy ne beszéljek róla, inkább nem beszélek róla. Nem, most azt hiszem, hogy ilyen nincs, nyilván a szakmai vonatkozásoktól eltekintve. Nem, most úgy gondolom, hogy már tudok beszélni. Benkő Levente történészként áll közepébe az egykori eseményeket megidéző kérdésköröknek. Vannak-e a történész életében olyan pillanatok, olyan élethelyzetek, amelyekről azt gondolja, hogy ezek oda kötnek le valahova a régi világba, tehát a félelmeknek ott van a gyökere? A történésznek nincsenek ilyen félelmei, mert hogyha vannak, akkor nem történész. A történész az nem válogat, nem a szembenéz a tényekkel, forrásokat elemez, szétszed, összerak, stb. A magánember esetében viszont vannak olyan reminiszenciák, amelyeket ma lehet, hogy úgy nevezünk, hogy önkontroll, tehát tudom, hogy hol állok meg, ne sértsem meg az embertársamat. Ezek mondjuk nem feltétlenül a kommunizmusban gyökereznek, ez a keresztény nevelésnek a kérdése és az emberi nevelésnek a kérdése. Én személy szerint tudom, hogy milyen világot éltünk a kommunizmusban. Tudtam, hogy mikor kell tartanom a számot, vagy befognom a pofámot. Most is vannak ilyen helyzetek. Annyira nem változott még meg a világ, hogy legalábbis az én nemzedékem számára, hogy azt mondjuk, hogy most kész, totál szabadság. A kerekasztal negyedik vendége Maksai Ágnes rendező volt, aki az események képszerűsítésének filmes vonzatairól beszélt. A rendszerváltás 30 címet viselő kerekasztal sorozat első hétfői szakaszát élénk érdeklődés övezte. A rendezvény szervezői Magyarország Kolozsvári Főkonzulátusa, a Magyar Unitárius Egyház, a Kincses Kolozsvár Egyesület és az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács voltak.